Ma elárulom nektek minden titkomat, az összes kis trükköt, amit használok az életembe, hogy szebb, okosabb, gyorsabb legyek, amik megkönnyítik az életemet, és segítik egy kicsit rendben tartani a testemet, illetve az arcomat, úgyhogy ma kiterítem a kártyáimat, nincs több titok, mindent elárulok nektek. Mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amikhez ragaszkodik, mert tudják, hogy beváltak, hosszú kísérletezés után végre megtalálta az igazit, a Szent Grált, és ezt nem akarja elengedni, így van, hiszen bevált, egyszerűsíti az életét, valahogy hozzátesz az életéhez, és ezeket a kis apróságokat szeretném ma bemutatni nektek, vagy megmutatni, mert ez mindegyik ilyen kis apró dolog, tehát nem érdemel egy videót, úgyhogy arra gondoltam, hogy összeszedem nektek az összes olyan dolgot, ami nekem nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy boldogabban, szebben, egészségesebben éljem az életemet. És legyen ez egy ilyen kis csajos csevegés, minthogyha egy kávézóban ülnénk, vagy egy koktél fölött, én a kis limonádémat fogom inni ebből. Szóval legyen ez egy ilyen csajos nap, amikor eláruljuk egymásnak a titkainkat, és remélem, hogy a komment szekcióban ti is el fogjátok mondani, hogy nektek mik azok a dolgok, amik megváltoztatták az életeteket, amik boldogabbá tettek, amik egyszerűbbé tették a hétköznapjaitokat, vagy akár hozzájárultak a szépségetek megőrzéséhez. Na rögtön kezdjünk egy intimebb témával. És ez a szőrtelenítés. Erről beszéltem már korábban is, de nem biztos, hogy szembe jött veled ez a videó, és ez a szőrtelenítés. Azóta, hogy csináltam ezt a videót és beszéltem róla, már pár év is eltelt, úgyhogy hosszú távú tapasztalatokról tudok beszámolni, és ez nem más, mint az otthoni lézeres szőrtelenítés. Azért az ember életét eléggé meg tudja nehezíteni, főleg nyáron, hogy gyantázni kell, borotválni kell, vagy szőrtelenítőkrémet használni, tehát ugye azért kezelni kell a kis szőröcskéket a testünkön, és azért egy bizonyos kor után a szőrök nem csak a hagyományos testrészeken jelennek meg, hanem más olyan részeken is, ami hát kevésbé kívánatos. És a lézeres szőrtelenítést azt az összes testrészre lehet használni. Nekem ez van meg, ez egy ilyen régebbi generáció, az újabbakban sokkal több funkció van, tehát abban van arc, hónaj, láb, mindenféle bikini vonal szőrtelenítés. Ezen csak különböző fokozatokat lehet állítani, de nekem ez is tökéletes volt. Én ezt egy óriás leárazáson vettem, az utolsó darabot, úgyhogy érdemes ezeket nézni, és esetleg fölkészülni már a jövő nyárra, hogyha lesz Black Friday, vagy Cyber Monday. Ezeken az akciókon biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan akciók, lehetőségek, amikor esetleg olcsóbban el tudsz kapni egy ilyen kis készüléket. Én mindenképpen javaslom, a jó benne az, hogy ez egy hosszú távú hatás, tehát nekem gyakorlatilag már alig van szőröm, tehát nincs is mit lézerezni, mert hát nem is tudom, szerintem két havonta egyszer átmegyek a szőreimen, mert nincs. Tehát a lényeg a lézeres szőrtelenítésnek, hogy ez egy hosszú távú hatás, és kiöli gyakorlatilag a szőrszálakat, és igazából nincs vele gondod a továbbiakban. Gyakorlatilag egész nyáron szőrtelen leszel, de hát ugye ez egy hosszú távú folyamat, úgyhogy érdemes nyár előtt elkezdeni, úgyhogy ezért is beszélek róla, hiszen ennek a nyárnak már majdnem vége, hogy fel tudj készülni a következőre. A szép mosoly az mindig elbűvölő, az mindig csábító, az hozzáad a szépségünkhöz. És én nagyon szeretek mosolyogni, hát lehet, hogy ezt már észrevettétek. A fogaim hát lehet, hogy kicsit kuszák, de oda se neki. Nekem nagyon fontos az, hogy a fogaim szép fehérek legyenek. Nem hófehérek, de hát amennyire lehet, fehéren tartsam őket. És se időm, se energiám nekem elmenni fogorvoshoz, hogy ott egy ilyen nagy kezelésen részt vegyek, ráadásul több ismerősöm is megcsinálta, és komoly fogérzékenységről panaszkodtak utána, úgyhogy ez se hozta meg a kedvemet, úgyhogy mutatom nektek, hogy én mit használok. Tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Én egy ilyen fogfehérítő kis csíkocskát használok, most nem fogom ezt felrakni nektek. Szóval ez így néz ki, ebbe a dobozba azt hiszem, hogy 14 darab ilyen kis fogfehérítő csíkocska van, és csak szépen fölpattintod a felső fogsorodra, az alsó fogsorodra, fönt hagyod körülbelül 10 percet, az elég is, és egy nagyon-nagyon szép fehérítő hatást hoz létre, lehet használni akár minden héten, vagy mit tudom én, egy hónapban egyszer, attól függ, hogy neked milyen a
a fogadnak az eredeti színe, meg hogy mennyire érzékeny, de én ezt nagyon-nagyon szeretem, és ezt tudjátok, hogy honnan van, ezt a Shein-ről rendeltem. És én már nagyon sokat kipróbáltam, és ez az egyik legjobb, mert a legnagyobb probléma ezekkel, hogy nem tapadnak eléggé rá a fogadra, vagyis hát a legtöbb évvel ez a probléma, de ez viszont nagyon-nagyon rácuppan, úgyhogy nem csúszkál, nem lesz egy ilyen fura mázgás érzés a szádba, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy nem kell fogorvoshoz menned, tehát ez nem helyettesíti a fogorvos látogatását, mindenképpen gondoskodj a fogad egészségéről, ez csak egy ilyen kis esztétikai megoldás. Az azonban nagyon fontos, hogy semmi esetre se hagyd föl sokáig, ne aludj benne, tényleg szerintem maximum 10 perc, vagy olvasd el a leírást a te fogfehérítő csíkocskádnak, attól függ, miért veszel, de tartsd be az előírásokat, és így nem lehet gond. A másik szuper dolog, ez egy otthoni microneedling set, és megmutatom nektek, ezt is most már használom egy jó pár hónapja, és ez így néz ki, hát már látjátok, azért használtam belőle jócskán, tehát ilyen kis szérummal érkezik, ez egy fiatalító anti-aging szérum, és egy ilyen kezelőfej van hozzá, vagyis négyet kapsz, hogy tudjad cserélni. Szóval ebbe kell beletölteni a szérumot, és itt ilyen nagyon-nagyon apró kis tücskék vannak, és ezzel kell gyakorlatilag a dermiszbe bevinni, vagyis hát a bőrnek az a rétege, amiben igazából hatni tudnak a hatóanyagok, hiszen a felszínen annyira nem tudnak behatolni a bőrbe, hiába is használjuk a legjobb krémeket, ez sokkal mélyebb rétegbe viszi be a szérumot, úgyhogy sokkal hatékonyabb, beindítja a kollagéntermelést ezek által a kis tücskék által, és nagyon-nagyon hatékony. Úgyhogy most már használom egy jó ideje, és abszolút látom a hatását, nagyon szép bőrfelszínt csinál, tényleg egy ilyen ragyogóvá teszi a bőrt. Nagyon-nagyon fontos, hát lehet kapni sokféle ilyen microneedling szettet, meg akár ilyen rollert is, hogy sima krémmel ezt ne használ, csak olyan szérummal szabad használni, ami erre van kitalálva, hiszen ennek tisztának kell lenni, higiénikusnak, nem lehet bármit csak bevinni ebbe a mély rétegbe, a bőrbe, úgyhogy erre nagyon figyelj oda, hogy csak erre kifejlesztett kis szérumocskát használj. De egyébként ez a szett a legjobb szerintem, nem tudom, hogy Magyarországon lehet-e vásárolni, de biztos lehet rendelni külföldről, mert hát ebben minden benne van, minden a szérum, a kezelőfej, és úgy választhatod ki a szérumot, ami a te bőr problémádnak megfelel, úgyhogy szerintem ez nagyon kényelmes. Tudom, hogy ijesztőnek hangzik, hogy ilyen tücskékkel böködjed az arcodat, tudom, hogy ez nem tűnik túl kellemesnek, és őszintén nem is túl kellemes, de hát azért kibírható, és a hosszú távú hatása szerintem abszolút megéri ezt a kis fájdalmat. És ha már az arcápolásról beszélünk, ezt is láthattátok már egy korábbi videómban, ez a kis arcmasszírozó, filléres dolog. Nézzétek meg ezt a videót, a botox helyett videómat, abban mutatok nektek egy arcmasszázs technikát, ami akkor is működik, hogyha nincs ilyen kis ketyeréd, de ezzel a ketyerével a felére tudod csökkenteni az arcmasszázsnak az idejét, nagyon-nagyon egyszerű használni. Tehát látjátok, ez így itt rezeg. Most már lehet olyat is kapni, amiben van egy LED fény, az talán még jobb, hogyha piros LED fényt használsz, de ezzel szoktam bemasszírozni, bevinni a krémeket az arcomba, sokkal gyorsabban beszívódik, és ad egy olyan masszást a bőrnek, ami egyrészt kitisztítja, vagy kinyomja a folyadékot gyakorlatilag a bőrödből, az izmokat stimulálja, és ad egy ilyen frissességérzetet a bőrnek, a vérkeringést is serkenti, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg filléres dolog, ez is a Shein-ről van. A következő, ez is egy ilyen tök apróság, ez egy ilyen testradírozó kendő. Használhatsz kesztyűt is, én valahogy ezt jobban szeretem, mert a hátamat sokkal jobban le tudom vele radírozni. Szóval ez egy ilyen nagyon dörzsi-mörzsi kis kendőcske, egyébként a koreaiak ezt használják a testükre, és azért van ilyen nagyon finom, sima bőrük, és hát ez egy life changer. Nyilván használhatsz egy kis testradírozó kis testradírt, az erősíti a hatékonyságát, de én ezt nagyon szeretem használni, legalább hetente egyszer, de ez nagyon-nagyon finom puhává teszi a bőrödet, nyilván utána egy jó kis testápoló, hogy jól hidratálni tudjad, meg bevigyél mindenféle klassz hatóanyagokat, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket, és ezáltal a bőrünk klassz, friss,
ruganyos, sima baby popsi lesz. Nemrég az egyik YouTuber beszélt az önbarnításról, illetve a barnulásról, és sok mindennel egyetértek azzal, amit mondott, tehát, hogy nem kell már eszetlenül a nap alá feküdni, napozni, védeni kell a bőrünket, ezzel 100%-ig egyet tudok érteni. És azt mondta, hogy az önbarnítás az meg ciki, minek, legyen gyönyörű tejfehér a bőröd, és miért olyan nagy baj, hogyha valakinek fehér a bőre. És ezzel is egyetértek, semmi baj, hogyha valakinek fehér a bőre. Az én kislányom Dorka, ő is imádja a tejfehér bőrét, ki nem feküdne a napra, hogy nehogy eltűnjön ez a gyönyörű, szép fehér bőr. És én úgy gondolom, hogy egy fiatal bőrön ez a tejfehérség, ez amikor olyan, mint a tejszínhab gyakorlatilag a bőr, ez valóban gyönyörű és nagyon szép. Viszont azért az idősödő bőr, az akárhogy is nézzük, az nem lesz tejfehér, azon lesznek már kis viszerek, azok lesznek kis hajszálérmegpattanások, különböző elszíneződések, és egy ilyen hófehér idősödő láb az én számomra nem annyira vonzó. Tehát én nem érzem jól magam fehér lábbal, különösen fehér lábbal, mert hiszen nekem is vannak ilyen hajszálérmek tanásaim a lábamon, amik ilyen kis kékes, lilás foltokat hoznak létre, és én ezeket nem szeretem, viszont most nem akarok elmenni ezt megcsináltatni, tehát azért annyira nem zavar, és erre nagyon jó számomra az önbarnító. Tehát amióta felfedeztem az önbarnítót, én sokkal kellemesebben érzem magam egy szoknyába, egy rövidújú blúzba, meg úgy általánosságban. És én ezt az önbarnító habot szoktam használni. Én szerintem az önbarnításnak a lényege az, hogy ne legyen túl sötét. Tehát látjátok, most rajtam is van önbarnító, nem tudom mennyire látjátok. Tehát ez egy minimális, annyira természetes hatása van, hogy senki nem fogja azt gondolni, hogy úristen, úgy akar kinézni, mint aki Hawaii-ról jött haza, aztán itt volt a Járda-szigeteken. Nem, ez csak egy ilyen nagyon finom színt ad, egy picit olyan, mintha gyakorlatilag kisminkelnéd a testedet, csak lehet benne fürödni. Ez a különbség. És nagyon fontos, hogyha kipróbálsz bármilyen önbarnítót, mindenképpen ezt a mousse, ezt a hab verziót válasz, mert ez nagyon jó, és mindenképpen szükséged lesz hozzá egy ilyen kis kesztyűcskére, mert ezzel tudod nagyon szépen, egyenletesen fölvinni a testedre. Ha érdekel az önbarnítás, erről is van egy videó, mint már mindenről gyakorlatilag, úgyhogy ezt is belinkelem ide, majd nézzétek meg, mert ott pontosan elmagyarázom, hogy mit hogy kell csinálni. De mindenképpen javaslom azt, hogy érdemes kipróbálni, lehet, hogy most tök jó napbarnitott vagy a nyári nyaralás után, én nem teszem ki ezt a habtestemet a napra, és próbálom védeni, amennyire lehet. Én erre esküszöm, én nekem ez nagyon-nagyon bevált, és nem kell süttetnem magam is, szenvednem a napon, úgyhogy nekem ez az abszolút befutó megoldás. És még egy apró trükköcske. Nem tudom, láttátok-e, azért általában a videókban mindig ilyen szép körmöm van, és én nekem ez nagyon fontos, hiszen hát sminkes vagyok, az nagyon fontos, hogy amikor dolgozom a kezemmel, akkor nem lehet egy ilyen letört, lerágott, mit tudom én, elszíneződött, bármilyen körmöm, nekem kell, hogy szép legyen a kezem. A másik dilemma ugye, hogy időm nincs, tehát se időm, se energiám nekem beülni egy szalomba, ahol 2 óra alatt csinálnak egy körmöt, ami 3 nap múlva letörik, betörik, anyám kínja, baja lesz, úgyhogy én mindig is szerettem magamnak megoldani a manikürt, arról nem is beszélve, hogy itt kb. 20 000 forint egy szett körömnek az elkészítése. Úgyhogy nagyon sokáig próbálkoztam, mivel én kis kreatív kislány vagyok, és szeretek dolgozni, csinálni dolgokat a kezemmel, úgyhogy én mindent beszereztem, az összes létező körömépítőszettet, polygelszettet, UV-lámpát, van ilyen gépi reszelő, mint amit a manikűrösök használnak, szóval itt minden van, tényleg, minden, amivel egy körmöt fel lehet építeni. Na de hát, nyilvánvalóan, hogy amikor én csinálom magamnak ezt a köröm építést, egyrészt kb. 4 óráig tart, és nem lesz annyira szép, mint hogyha egy körmös csináltam volna, úgyhogy elengedtem ezt a dolgot, még akkor is, hogyha nagyon szerettem díszíteni, meg kísérletezni a körmökkel, úgyhogy most már évek óta, tényleg évek óta használom ezeket a presszon körmöket, tehát ez gyakorlatilag egy műköröm, amit csak felragasztasz. Ez is olyan, egy műköröm, amit felragasztottam.
és mutatom nektek, ezt én így megrendelem. Így érkezik egy ilyen kis dobozba, kiválasztod a megfelelő méretet, erről is van videóm, ide belinkelem, és olyan gyönyörű körmeim vannak, hogy mindenki kérdezi, hogy hova járok manikűröshöz. És nem járok manikűröshöz, mert én nekem 10 perc ezeket a körmöket feldobálni, és tök szépen néz ki, szerintem nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ha neked is fontos az, hogy szépen manikűrözött kezed legyen, de nincs időd, energiád, vagy esetleg pénzed, akkor mindenképp érdemes kipróbálni ezeket a körmöket, és a forrást is elárulom, a sín. Ja nem, bocs, ezeket Temuról rendeltem, de a sínen sokkal jobbak vannak, a Dorkának is olyan szuper, fixni-faxni körmöket szoktunk rendelni, mindenféle, ő imádja ezeket a nagyon dekorált, óriás, hosszú körmöket, én szeretem ezeket a picit egyszerűbbeket, ami egy picit ilyen természetesebb, de nagyon-nagyon nagy a választék, és fillérekért lehet kapni. Ezt a kis ragasztót használjátok hozzá, ez a legjobb az én tapasztalatom szerint, ez nagyon-nagyon tartós, és nekem akár 3 hétig is fent van a körmöm, hogyha megfelelően előkészíted a körmöd, akkor ez egy lehet egy nagyon tartós manikűr. Tudjátok, hogy szeretek öltözködni, szeretem a szép ruhákat, és hát az, hogy ezeket rendbe is tudjuk tartani, hát ugye kell vasalni. Most én vasalni utálok. Baromi időigényes dolog, és gyakran hajlamosak az anyagok kifényesedni. Én mondjuk tudom, hogy hogy kell kezelni ezeket az anyagokat, de hát ez csak a macera. Úgyhogy a dolgok leegyszerűsítése véget vásároltam egy gőzölőt. És a gőzölő, gyerekek, ez tényleg életmentő. Tehát ez életmentő. Ez szó szerint 2,5 perc, amíg végig gőzölöd az ingedet, a ruhádat, a pulcsidat, a kabátodat, és gyönyörű-gyönyörű szép lesz, ráncmentes, gyűrődésmentes, és sokkal gyorsabban, mint egy vasalóval, nem kell elővenni a vasalódeszkát, sokkal egyszerűbb. És ez ráadásul egy olyan picike méret, amit el is lehet venni egy utazóbőröndbe, ha utazol, akkor is magaddal tudod vinni, és csak szépen kigőzölgeted a ruháidat, életmentő, szóval én ezt miért nem vettem korábban, nem is értem. Komolyan szenvedtem itt a vasalóval hosszú-hosszú évekig, hát ez sokkal jobb. Úgyhogy a gőzölő, és ráadásul ez is egy egész olcsó darab volt, nem volt egy nagy befektetés, érdemes venni gőzölőt. Life changer. És itt van még egy életmóddal kapcsolatos dolog, ami szintén egy ilyen óriás hatással volt az életemre. Én már nagyon-nagyon régóta hiszek a növények erejében, a növényi táplálkozásban. Közel 7 évig voltam vegán, vegetáriánus, de azt hiszem, hogy egy 4 évvel ezelőtt ezt így teljesen elengedtem, és visszaváltottam húsevésre, a minden evésre. És ne kérdezz, miért? Hát lehet, hogy aznak is volt hozzá közel, hogy külön váltunk a férjemtől, és na, ezzel most tényleg ne röhög, de annyira vágytam egy jó kolbászra, hogy nem tudtam ellenállni, és hát ez megtörte a 7 évig tartó vegetáriánus étrendet, és hát azóta így is maradtam, tehát én mindenevő lettem, de továbbra is hittem abba, hogy az ételek azok hatással vannak ránk, tehát nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. És pár hónappal ezelőtt elkezdtem áttérni egy olyan táplálkozásra, ami nyers étrend gyakorlatilag. Ez nem azt jelenti, hogy én most megszállottan csak salátát rágcsálok, ez azt jelenti, hogy kb. 70%-át az étkezésemnek nyers ételek teszik ki. Az, hogy nyers étel, az nem azt jelenti, hogy saláta. A nyers étel az nagyon-nagyon sok minden más lehet, gyakorlatilag mindent el tudsz készíteni nyers verzióba, amit amúgy ennél. Mit tudom én, pörköltet rizssel, székelykáposztát, nagyon-nagyon-nagyon sokféle. Tehát én olyan színesen és érdekesen és változatosan eszem ezeket a nyers ételeket, hogy minden étkezés öröm. És ami a jó dolog ebben, hogy én ugye, hát biztos tudjátok, akik követik a csatornát, én mindig küzdök a kilókkal, tehát én egy nagyon hízékony ember vagyok, aki imád enni, és nekem sokat kell ennem. Tehát ez a probléma, hogy én nagyon szeretek, ha valami ízlik, abban nekem sokat kell enni. Én nem vagyok egy ilyen önkontrolláló emberke, aki meg tudja állni, hogy na ennyi, és akkor ennyi elég volt. Nekem kell a volumen.
És a nyers étkezéssel ezt tökéletesen meg lehet csinálni, mert annyit eszel belőle, amennyit akarsz. Én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, és hát ugye ez is a vesztem nagyon sokszor, viszont a nyers étkezésben annyi édességet eszem, amennyit csak akarok. És imádom a fagyit, úgyhogy én napi kétszer legalább egy ilyen óriás fagyitálat szoktam megenni, ami szimplán gyümölcsből és kókusztejből áll, de hát most így nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt a videót, hogy beszélek itt a nyers étkezésről, és ez nem azt jelenti, hogy én most nem eszek húst, vagy nem eszek egy sajtot, vagy nem megyek és iszok meg egy koktélt, abszolút nem, tehát nem fanatikusan csinálom ezeket a dolgokat, sőt, airfryerben szoktam tofut is sütni, vagy édesburgonyát, úgyhogy ezekkel is ki szoktam egészíteni az étkezésemet, ha elmegyek étterembe, akkor megeszek ott egy tál ételt, tehát semmi extrém, de a 70%-át az étkezésnek ezek a nyers kaják, smoothie, saláta, ezek is természetesen játszanak, de még nyers levest is szoktam csinálni, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon érdekes módja a táplálkozásnak, és egy nagyon izgalmas módja a nyers ételek, és a hatása az egészen elképesztő. Tehát én minden koplalás, fogyókúra, minden nélkül körülbelül 2 hónap alatt 8 kilót ledobtam. Anélkül, hogy tényleg éheztem volna, vagy bármi különösebb erőfeszítést tettem volna érte, csak elkezdtem ezeket a nyers ételeket betenni az étrendembe. A bőröm, az energiaszintem, az alvásidőm, tehát egészen elképesztő ez a változás az energiaszintben, amit hoznak ezek a nyers ételek, úgyhogy mindenkinek javaslom azt, hogy próbáljatok legalább egy nyers étkezést betenni a napi menütökbe, mert tényleg ezeknek a nyers ételeknek hihetetlen ereje van, és megoldás lehet esetleg arra is, hogyha neked diétáznod kell. Ha szeretnétek erről egy bővebb videót, akkor nagyon szívesen mindenképpen írjátok meg a kommentbe, és akkor beszélhetünk egy picit többet receptekről, vagy én hogy csinálom. Nem vagyok szakértő, tehát megint csak saját tapasztalatból fogok tudni beszélni, de írjátok meg, és ha szeretnétek, akkor készítek erről is egy videót. Vagy azt mondjátok rá, hülye szektárs! Micsoda, nem fogunk itt salátaleveleket rágcsálni. Na, írjátok meg, jó? Köszi! És végül még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tudjátok, hogy nekem mennyire fontos az, hogy az agyamat is frissen tartsam. Ez a kíváncsiság valahogy bennem egy olyan erő, ami egyszerűen nem hagy nyugodni. Tehát én mindig annyira kíváncsi vagyok a világ dolgaira, és nagyon szeretek új dolgokat tanulni. És én azt hiszem, hogy minél több új dolgot tanulunk, annál fiatalabbak tudunk maradni, annál fittebb és fiatalosabb lesz az agyunk is, és hát minél több dolgot tudsz a világról, annál jobban meg tudod érteni. De hát ez most egy kicsit fellengzősen hangzott. Én nagyon-nagyon szeretek új dolgokat tanulni. És szülinapomra kaptam egy egyéves előfizetést a Masterclass-nak a tanfolyamára, vagy weboldalára, nem is tudom, hogy mondjam. Ugye ez a Masterclass, ha nem ismeritek, itt a világ vezető szakértői tartanak kurzusokat a világon elérhető minden témába. Tehát legyen szó üzletről, főzésről, hajápolásról, zenélésről, éneklésről, mindenről, és tényleg a legnagyobb szakemberek, írásról, marketingről, mindenről. Tehát tényleg olyan nagy nevek vannak, Neil Gaiman, író, Anna Wintour, mint divatszakértő, Christina Aguilera, éneklést tanít. Annyira izgalmasan és érdekesen beszélnek minden témáról, tehát én már mindenbe szakértő vagyok. Gyakorlatilag nagyon kevés olyan kurzus maradt, amit én még nem néztem végig, mert elképesztően érdekes, tehát engem tényleg minden érdekel, és nagyon jól vannak megcsinálva a filmek, tényleg, mint hogyha egy Netflix sorozatot néznél. Nagyon izgalmas témák, és a nem izgalmas témák is nagyon érdekesen vannak előadva. Úgyhogy ez egy olyan befektetés, amit saját magadba fektetsz be, mert nem egy olcsó dolog, tehát én is látjátok, szülinapomra kértem és kaptam, köszönhetően a szüleimnek, de ez egy elképesztően jó szülinapi ajándék volt, komolyan mondom, imádom. De lehet más kurzusokat is találni, a Skillshare-en is vannak nagyon klassz tanfolyamok, de én nagyon bátorítalak titeket, hogy próbáljátok mindig nyitni egy picit
a világképeteket, a tudásotokat, a gondolkodásotokat, mert ez szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy fiatalosabb tudjunk maradni, hogyha egy picit kihívások elé állítjuk magunkat, és nem csak éljük a szürke hétköznapokat, hanem új, izgalmas, érdekes dolgokat tanulunk, vagy vágunk bele, új hobbiba kezdünk. Szóval abszolút bátorítalak titeket arra, hogy bármilyen formátumban nem muszáj a masterclass, mert ahogy mondtam, azért ez egy picit drágább tanfolyam, de próbáljátok meg kinyitni a szemeteket és új dolgokat tanulni. Tehát próbáljátok ki új dolgokat, és a világ az sokkal izgalmasabb ezáltal szerintem. Na hát ezek lettek volna a dolgok, nem is tudom mennyit soroltam föl, majd megszámolom a végén, ezek lettek volna a dolgok, amik szerintem az én életemre nagy hatással voltak, és az is lehet, hogy a te életedet is megkönnyítik, vagy megváltoztatják ezek a dolgok, most nagyon nagy szóval, hát mennyire változtatja meg egy lézeres szőrtelenítő az életet, de mindenképpen egyszerűbbé teszi, így van. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek adni egy pár tippet, vagy trükköt, egy kis tanácsot, kaptatok egy kis inspirációt ebből a videóból, mindenképp írjátok meg a kommentbe, légy szíves, és ha tetszett ez a videó, akkor feltétlenül nyomj egy lájkot, kérlek szépen, nekem ez egy nagyon jó visszajelzés, oszd is meg, mert lehet, hogy más 40 fölötti hölgynek is aktuálisak lehetnek ezek a témák, illetve iratkozzál föl, de hát mert ezt említenem sem kell. Addig pedig nézd meg ezeket a videókat, amiket említettem ebben a videóban, lehet, hogy ezek is hasznosak lehetnek számodra. Addig is sziasztok, legyetek jók, találkozunk a legközelebbi videóban.